Választások lesznek december 11-én vasárnap Romániában. Az országot két kamarás parlament vezeti. A választópolgárok képviselő és szenátor jelöltekre voksolhatnak. Magyarország miniszterelnöke csütörtökön Szatmár Németibe látogatott. Orbán Viktor azt mondta, a legszélesebb összefogást teremtette meg az elmúlt hónapokban az RMDS, a Magyar Polgári Párttal együttműködve állított jelölteket. A miniszterelnök minél nagyobb arányú részvételre bíztatta a romániai magyarságot. Azt szeretném, ha nem lehetne átnézni a magyarokon, azt szeretném, hogyha a magyarok kiállnának a saját érdekeikért, ha lenne saját hangjuk, ha felszólalnának a saját érdekükben, és egyébként jótékony eszközként szolgálnának a román-magyar együttműködés tekintetében is, hiszen nyilvánvaló, hogy a román-magyar együttműködés minőségét jelentős mértékben befolyásolja az itteni magyar közösség ereje és közérzete. Úgyhogy arra szeretném biztatni az összes magyar embert, aki ma Románia területén él, illetve a mai Románia területén él, hogy a most előttünk álló parlamenti választáson minden nagyobb számban és teljes erővel vegyenek részt. Sorsdöntő választás az idei, ugyanis a következő esztendőkben jelentős reformok várhatóak a közigazgatás és az oktatás terén is Romániában. Erről már az RMDS elnöke beszélt a tájékoztatón. 1.300.000 magyar ember életét befolyásolják majd a jövőbeli döntések. Az RMDS elnöke kérdésünkre elmondta, minden körzetben állítottak jelöltet, még a Kárpátokon túli megyékben is, összesen több mint 600-at. Én azt gondolom, hogy ha a magyar részvétel nem fog elszakadni a román részvételtől, már pedig erre számítok, akkor az arányos képviseletet tudjuk biztosítani. Az arányos képviseletnek a biztosítása az egy korrekt, tisztességes eredmény. Én szeretném, hogyha a magyar részvétel egy icipicivel a román fölé menne, de nem akarnám ezt elkiabálni. Kíváncsi vagyok, hogy sikerülni fog-e. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél többen jöjjenek el, mert a képviseletnek a legitimitását, a súlyát természetesen az is adja, hogy hányan jönnek el szavazni, hányan választanak bennünket. Zárt ajtók mögött Orbán Viktor Szatmár németi polgármesterével is tárgyalt. A miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy az M3-as autópálya építése folytatódik a román határig. Így Szatmár németi közvetlenül csatlakozhat az európai stráda rendszerhez. A 35-40 kilométeres szakasz tervezését hamarosan elkezdik.